Na szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Folytatnám a Red Dead Redemption 2 végigjátszását, és az első részt egy picit megnyújtottam annyira, hogy kikerültünk a nagy hóviharból, és új tábort vertünk itt. Úgyhogy innen fogom folytatni most a játékot, és elvileg be kell majd mennünk a városba bemutatkozni, meg új életet kezdeni, munkát keresni, és elkerülni a balhékat. Na most ismerjük, hogy milyen a játék, úgyhogy ennek az esélye kevesebb, mint nulla. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy mivel nyitom meg a térképet, mert meg akarom nézni, hogy itt van egy U betű, ő van a legközelebb, úgyhogy az ő küldetését fogom elindítani. Itt van a lovam. Hö! Gyere! Gyere utánam! Jó, hogy a ló nem tud követni addig, amíg itt vagyok a táborban. Jó! Hol van az a csávó, akivel beszélnem kell? Ja, itt. Hello. Ébredj már fel, haver! Na, engem merne valaki így kelteni reggel, hogy oldalba rúg? So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. Well, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Do you want to head into town? See if we can find anything out? Sure. I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. So, nem morogja, hanem csináld, amit mondok. Take the old man into town. Can you take us too? Well, what you got planned? Nothing. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Well, can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? 3 young, healthy women want you to take them a robin. You're worried about house chores. Let's go. Na jó, van, na menjünk, na menjünk. You got me. Come on in. Woohoo! I can't believe we're going to see civilization. Feels like weeks since we did. Yeah, Valentine. Very embodiment of civilization. Ladies are gonna love it. Na, és most fog jönni a játéknak az a része, hogy bemegyünk a városba, de nem a saját lovunkon. Az azért fontos, mert én elintézem, hogy a saját lovom az jöjjön utánunk. Mondom, jöjjön utánunk. Mert hogyha befejeztük a küldetést, akkor ott leszünk a városban ló nélkül. És ez azért baj, mert nem akarok lovat lopni, meg ilyeneket. Tehát nem. Nem akarok annyira rossz fiú lenni. És hogyha más embernek a lovát ellapom, akkor kapok vérdíjat a fejemre, amit valószínűleg nekem kell kifizetni. És per pillanat csóróságban nincsen egy vasam se jó formán. És ezek meg végig fogják énekelni egyébként az egész utat. Na. Úgyhogy ilyenkor ajánlatos hívni magaddal a lovadat, hogy kövessen. Hoppá, vigyeld már, szétszaladtam én is. Na jó, egy fene. Segítsünk neki. Úgyhogy ezért lesz az, hogyha nem a saját lovammal megyek valahova, akkor füttyögni fogok neki, hogy kövessen. Mert nem akarok a városból visszasétálni a táborba. Hát figyelj, help! Na hozom a lovadat. Ezt is meg kell egyébként tanulni, hogy hogy működik, mert várjál, szétnézzünk, hogy vonat nehogy elbasszon minket. Mert meg lehet szelidíteni a lovakat. Viszont lehet róla tanulni ezt azt, hogy ő milyen ló. És így kiírja az infót róla. Easy. Nyugi, 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 nyugi. Maradj itt. Ne menjünk mögé, mert nehogy pofán rúgjon. Jó, megnyugorodt. Megsimogatjuk. Jó van. Jó ló. És lead. Gyere. Gyere szépen velem, paci. Gyere. Nem kell féltékenynek lenni, csak oda viszem, jó? Te hát még az én pacim vagy. De mondjuk ez elég szép nagy paripa. És figyeljétek meg, nem tudom mennyire látszik, de tiszta eres neki a hasa, a combja.
az izomzat, ahogy mozog. Erről beszéltem az előző rész, hogy embertelen durván ki van dolgozva a játék. Ilyenekre odafigyeltek. Tessék, itt a lovat. Azt mondja, egy igazi úri ember vagy. Nem, csak le akarom nyűgözni a nőket. Jaj, Arthur, te. Na gyere, paci. Jó az, hogyha jössz utánom. Jaj, Arthur. Te vén kujon. Picit lassítsunk le, mert jön egy szekér is, meg a vonat is ott van. Bocsánat, mozdony. Szembeforgalom, vigyázzat, tűt. Vigyázzat, jövök. Ló, gyere. Ne maradjál le. Valahova ide kell eljönnöm. Jó, itt lesz egy fegyverbolt. A fegyverbolt az azért jó, mert ott lehet venni lőszert, meg kicsit fejleszgetni rajtuk, meg átalakítgatni a kinézetét. Olyan fegyverkinézetek vannak benne, hogy magam alá fogok csinálni. Amikor belegravírozol valamit a markolatba. Majd meglátjátok, mert úgyis át fogom alakítani az összes fegyveremet. Meg átszínezni, hogy ezüst legyen például, vagy matt fekete. Na. Megjöttünk. Well, we're gonna do what any self-respecting maniac does. Put the women to work. With pleasure. We'll start at the saloon. Ezt bekapcsolom kis ventilátort, mert meleg van már megint. Hogyha esetleg... Remélem nem megy bele a... Ez miért nem jön tovább? So that's how you see yourself, is it? Na mindegy. Egy. Kövessem Uncle-t. Követtem én bárhová. Na. Hova megyünk? Kocsmázni. Keressük egy kocsmát. Szomorú ember vagy, Arthur Morgan, de azért tudom, hogy szeretsz engem. Na, én mindenkit is. Jaj, most kell vásárolni ezt-azt. Na, akkor menjünk be. Jó van, télapó, menjél már be. Jó reggelt! Mit veszünk? Kávét. Kávét kell vennünk, az meg itt van. Búj! Egy dolláré! Hülye vagy? Alig van pénzem. Jó, vagy a fene, vegyünk még egyet. És akkor találkozzunk odakint. Oké. Okay. Én végeztem. Jössz? Na, ne hagyj jössz. Na, hogy ő alkoholt vesz. Mi mást venni? Here's to your good health, my sir. It's a funny world. This time in my career, I pictured myself being married to an heiress. Nem én nyomtam el. Kicsit becsicsentettünk és bealudtunk. I snuck into this fancy house. Acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to Saint Denis and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides in some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, it's right out near New Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds
Good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel. They were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? Seemed easy. Ay. Annak nem lesz jó vége. There's Tilly over there. That does not look ideal. Igen. Ott balhé van. Ugye mind a két lányunkat meg kell védeni. Veszed le a kezed róla. Get the hell off of her, you son of a bitch. Hey, hey, take it easy. There's no problem here. Hola. Na, tip lizzel. Menj innen. Ne kelljen lelőnöm. Menj onnan. You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. Menj onnan. Hátba lőhetném, de nem akarom. Na. A másik lányt is meg kell keresni és megvédeni, mert ő is kurva nagy bajban lehet. Úgyhogy megkeressük Karent itt bent a hotelben. Ja. Adj egy. Ja, egy nőt keresünk, egy alkesszel. A friend of hers. Ja. Szóval fönt van az emeleten, és a 2B ajtó. Nem lesz itt semmi baj, ne aggódja. 2A. 2B. Hát figyelj, kop. Fizettél? Akkor ezt kapod a pénzedé. Hú, mit kapott egy pofont és megfeküdt? Na nézzük, mit tartogatsz a tököd alatt. És még azt a maradék pénzedet is elvettük. Figyeld már, tükör. Mindig szeretem, amikor egy játékba raknak tükröt és meg lehet nézni a karakteredet. De ez általában egyébként az FPS játékoknál szokott ritka lenni. Ne lásd a karakteredet, hogy néz ki. Végeztünk is. A haver egy kicsit bealudt, jó? Majd keltsd fel holnap délbe. Addigra talál magához tér. I don't much like being saved, but when I have to be. I understand. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched him a lot harder. All right, now. Yeah. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No. Impossible. Listen, buddy. Come here for a minute. I saw you. Come here. Come on, get. I don't like this. Me neither. Go get the girls home. Felismert minket. I'm gonna go have a word with our friend. Be careful, Arthur. Just a word. El kell kapnunk. Just borrowing it. Blackwaterben felismert minket. Úgyhogy el kell hallgattatni. Bocsánat. Vigyázz, léci. Ez az. Hát az... leesett. Segítsek neki, vagy öljem meg, vagy mi legyen vele? Kérdezgessünk egy kicsit. I got it wrong, partner. I got it very wrong. Now please help me up. I ain't never been in Blackwater. Then why are you chasing me? I've got an unfortunate face. Yes, yes, me too. Now please pull me up, please. Just pull me up, come on. Egy fene felsegítelek, de csak azért, mert jó napom van. You okay, partner?
Hazd az Alit, hogy ismersz, aztán nem is. No, I am not. I'm a mess. Well, you ain't dead. Here is that. Jimmy Brooks. I think it's best for both of us if we pretend this never happened. Well, I agree. You saved my life. You're a good man, and I, Igen. Mi tatsz? You want a pen? It's one of them steel ones. Ad egy tollat. That's very kind of you. But I'm not a good man, Jimmy Brooks. Not usually. You see, I was in Blackwater. I killed people. Ennyi. And maybe I should have killed you. Should I have killed you, Jimmy Brooks? Me? I never saw you. Ennyi, sose látott minket. Tényleg felismert egyébként a Blackwaterből. És most egy picit megfenyegettük, hogy annyira azért nem vagyunk mi jó emberek, mert tényleg voltunk ott, és embereket öltük. És hogy jó memóriám van. Úgyhogy nem felejtem el az arcát. Úgyhogy nem is látott minket, nem is találkoztunk. Ó, szegény passzív, egy picit koszos lett. Na mindegy. Pá. Melyik küldetés van a lehető legközelebb? Mondjuk itt ez. De waypoint, enter. Csak hogy lássam, hogy merre kell menni. Jé, paci. Úgyhogy visszamegyünk oda a városba, és elindítjuk a következő küldetésünket. Csak még persze azt meg is kell keresni, mert ott el van valahova bújva az illető, aki adja nekünk. Sőt, ha jól láttam... Elvitte a lovamat. Vagy visszaadtam neki. Nem, itt van az én lovam. És az is szarik. Mindegyik ló szarik. Nem vágom. Nem az én lovammal üldöztem a csávót? Hanem az övével elvittem és most kapta vissza. Arthur egy igazi úriember. Amit kölcsönvesz, azt visszaadja. Ó, oh, hello. Jöttünk kocsmázni, na ez jó küldi lesz. Ó, oh, én is megismerném őket. Mellesleg elég jók. Oh, you be quiet, Anastasia. Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly, yes, he's a pussy cat. Pussy cat. How much you cost, anyway? Well, ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Na menjetek, gyertek vissza! Elmennek. You're a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charm. Where's Bill? Oh, man. I dread to think about it. Hey, hey, hey! Oh. Are you about to kiss that guy a bunch? Oh, and we have our answer. Come here, you. I'll shoot these bastards. Come on, we can handle these fools. You wish you never stepped foot in Valentine. Es már össze, hát mennyit üssek már belét, hogy földre kerül. Hoppá, hoppá, hoppá. Na gyere csak ide. Hú! Offos. Messinen! Ó,
Ő eléggé nagynak néz ki. Engedjél el! Engedj! Engedj el! Engedj már el! Azaz! Puff! Javier, jövök már! Hey! Miért kapott Tarkóra? Oh. Oké, okay. Na akkor bunyó. Ajj, milyen pofonokat ad. Engedj el, engedj. Mondom. Engedjél már el! Ez leküldött padlóra, azaz tökörrúgás. Azaz, meg lesz, meg lesz, meg lesz. Küld szét az arcát! Azaz! 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 Valaki egyébként leállíthatna. Ez. You won the fight already, surely that's enough. What business is it of yours? No business. No business, sir, but please, I beg you. Azt hiszem, bemutatkoztunk a városban. Making new friends again, I see. Megint új barátokat szereztünk. Sniffing about. Josiah Trelawney. The very same. I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you gentlemen. You're not very popular there, it seems. Kicsit fáj az áll. Ah! Javier and Charles. I've missed you. And Bill looking as well as can be. Gentlemen, always... a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him? Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater... Well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. Legalább megtörölhetnéd az arcodat, Arthur. Hát, hogy nézel ki? Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Ennyi. Már Dutch is azt mondja, hogy menj, azt tisztálkodj meg. Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill. Come on. Na, hát legalább arcra tisztábbak lettünk. Na. Á, ott a lovam. Gyere csak ide, paci. Jó. És megnézzük a térképet. Itt van egy mellékküldetés, majd foglalkozunk azzal is, csak először visszajövünk ide a táborunkba. Csak az Enterrel lehet waypontot rakni. De rossz. Na go! Galo, igen, a lónak a staminája. Oké, okay, majd figyelgetnem kell a lónak is a stamináját, hogy nehogy elfáradjon. Ha utána nem fog tudni szaladni. Vigyázzat, jövök! I don't think you should just be wandering around here, friend.
nem velük nem akarok foglalkozni, mert félő, hogy ha beléjük kötök, akkor meg fognak halni. És itt volt egy nagyon durva FPS drop, hogy miért. Ott van egy vérdíjas küldetés, most írja egyébként a játéknak a tutoriálja. Majd azokkal is foglalkozunk egy picit, mert lehet pénzt szerezni belőle. Na, szóval visszajöttünk a táborba. És nem értem ezeket az FPS droppokat. Úgyhogy ezt majd orvosolnom kell. Én vagyok. Na. Van 4 darab küldetésünk, ha jól látom. Itt van 3. Meg itt lesz majd egy negyedik. Tehát itt a táborban 3 ember ad nekem küldetést. Veled minden oké? Okay? Haver, te jó vagy? Mit állsz ott a széken meg itt? Mocorog előtted egy ilyen rongy. Menjünk vadászni? Á, nem, nem. Még egyelőre nem akarok vadászni. Majd meg fogom azt is csinálni, csak az egy picit lassabb küldetés. Beszéljünk veled. Speak! Don't cry, boy. Speak about your gang. Beszélj a bandádról, légy szíves. Mi az, hogy nem tudsz? Dehogy nem tudsz. Beszélj a bandádról. Whoa, hold your horses there. It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister. I told all he is. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a while. Oh, shit. You see, we heard no that sucked. Part, so how about you tell the truth? That's what you want me to do. Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on. Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Uh-huh. Geld here. Oh, yeah! What's he doing? Where's he going? Oh, don't worry. You're only balls, boy. Just gonna cause you trouble. You know, in Imperial Rome, eunuchs was among the happiest and most loyal of courtiers. No, you're kidding me, right? Én már beszélnék a helyedben. You sick bastard! What do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas off. Okay, okay, listen. I know where O'Driscoll was holed up. And you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there. Serious, I don't like him. I mean, I like him even less than I like you. Egyből kinyit a szája és elkezdett csicseregni, mint egy kis madár. Why don't you take a few of us up there right now? Mondjuk a golyókat én is féltettem volna. All right, you. Come on. Let's go. Let's go. Let's both hope you ain't trying to trick us, O'Driscoll. Dobókés. I ain't no O'Driscoll. Are you sure as shit was? John, Bill, come here. We got a social call needs making. Where are we heading? Up into the hills behind Valentine. Well, I'll show you. John, you take this little rattlesnake with you. Any nonsense, kill him. Sure. You're gonna pay your buddies our respects. He taking us to Cole? That's what he says. Come on. I'm taking you to him. Look, I'll give you more directions when we're close. But if I know where we are, it's up past Valentine. All right, I'll leave. Ennél gyorsabban nem mehetnénk. Ez remélem az a küldetés lesz, amire gondolok, mert azt élvezni fogom. Morgan, you got throwing knives in your saddlebag. Ja, kösz. I was asked to give them.
and I'm doing you the further courtesy of telling you about it. Next time you want to give me something, how about you give it to me instead of hiding it somewhere, hoping the opportunity comes up to mention it. Last goddamn favor I do you. Hey, if I got my bearings, it's over here. Yeah, I know this country. Take this track up through the rocks. How you holding up, John? Bocsi, Johnny, jó vagy? Fine. Jól van. De ne menjél már neki automatikusan, ló. Ezt ki fogom kapcsolni. Mert hogyha csak mozgatom az egeret, arra néz a ló is, elindul arra. És hogyha így párbeszéd közben, én megnyomom a jobb gombot, hogy tudjak kérdezni vagy válaszolni, akkor a Arthur automatikusan ránéz az adott emberre, akivel beszél, és a ló megindul felé. És így neki megy. Ezt ki fogom kapcsolni. Remélem, hogy ki lehet, hogy egére irányítsam a lovat. Ez így szörnyű. Imagine what he does to his enemies. Now we go left, road will take us up and round. Jó, elvileg balra megyünk. Most mondta csávó, onnan tudom. Igen. Jó, fel fogunk menni. Fel fogunk mászni pillanatokon belül. What did you just say? I've been watching you all these weeks, and you've been tied to a tree. You don't know nothing about this gang. Yeah, well, I'd say you don't know much about the O'Driscolls. But maybe I know more about you than you know about them. Most is csak az egérrel forgattam a kamerát, és tell us then. Fordult elő. Like those mongrel dogs. Ki fogunk kapcsolni. You're outlawed like them. You're out to survive like them. You live rough. You live hard. Fighting the law, nature. You're out for yourselves. See, this is why you're an O'Driscoll, O'Driscoll. You're out to survive. We're out to live, free. Colm's a sneak thief. Milyen messzire megyünk még? Dutch is more like a teacher. From where I've been, you just look the same as all. Then you looked, but you ain't seen. Mondtam az előző részben. Lassú és vontatott. Nem megyünk az erdőbe. Nem megyünk be az erdőbe. Akkor oda megyünk fel szembe. Vagy bejövünk az erdőbe. Mégis az erdő. Jó. Okay by me. With you, Morgan. All right then. Through the trees here. Whoa! Hey. We're real close. Közel vagyunk már, jó. Köszi. I'll get my guns off my horse and I'm ready. Easy, Bill. Quiet. Easy, Bill. Arra leszek kíváncsi, hogy ha már kaptam dobókéseket, hogy mennyire tudom megoldani majd lapakodva a dolgot. Let's go. You gonna get them knives? I said easy. Oké. Follow me. All right. Ezeket kérem. We might have shared a horse. But we ain't friends. Remember, I'm watching you every moment. I ain't gonna shop you now. Come on. It'd be suicide. You'll die, boy. But you'll lose your balls first. Jesus Christ. Jó, akkor menjünk csendesen. Azt addig rakd el. Csak nézegettem a gyors gombokat a fegyverekre, hogy mivel mit veszek elő. Igen, hol vannak a társaid? Á, ott vannak lent. Cabin's in the clearing down there. There'll be a bunch of fellers hiding out there too. Are these fellas armed? Armed? Drunk? Strangers? Yep. And Colm O'Driscoll? Részegek. Up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. And over there,
Someone's coming. Valaki jön. Who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Oh, let me think. The fella that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. Chori John megmarcangolták a farkasok, aztán most tisztosabb az arca. Yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, it'd be that mean son of a bitch. Yes, sir. Come on, shake it off. Majd én megyek előre. Én megyek előre, jó? Okay. Így. Csak szépen csendben. Nem kell itt kapkodni. Ne vegyetek észre. De ezt hogy hallották meg? De ezt hogy hallották meg? Hát full stealth-be voltam, hogy vettek észre? Hát akkor... Hey, itt jön oldalba egy. Én vagyok a részek, hogy nem tudok ennyire célozni. Arra. Ott volt pedig, láttam. Gyere csak. Hopp. Az vagyok, nem tudom, hogy miért nem kapta. Fedezik. Kicsit előrébb törünk. Azt nem tudom, hogy találtam el sátron keresztül, de kapta halta. Jó, akkor tudjátok most mi fog jönni. Meghalt egy csomó, mindenki lúdolunk. Hé, hey John, mit képzelsz magadról? John elviszi a lootot. Azt is kérem. Állj. Arthur, itt van valami. Nem pick up. Loot. Köszi. Ezt vedd el. Meg azt is. Jól van, Arthur? Akkor... így. Ezt is kérem. Na, veszed le a kezed róla? Semmi nincsen. Jó. Keressük meg a bejáratot, mert be kell jönni a házba. Hát, jó napot kívánok. Kösz. Nem tudom, hogy melyik volt. Figyeld már, ő mentett meg. Arthur meg, hogy feküdt a... Thank you.
Nincs itt. Set us up. Come here! What? You set us up. No, I didn't. You did. Como Driscoll ain't here. He was here, I swear. If I was setting you up, I wouldn't have saved your life. It's a good point, Arthur. Jogos egyébként, már hogy Arthur azt hiszi, hogy felültetett minket, mert nem volt itt az ember, de abban is igaz, hogy megmentette az életemet. That's as good as killing me. Out there, without you, Como just was gonna lose his mind about this. So? So I'm one of you now. Give me a break. All right then. But I'm warning you. Oh, hey, I know. Come on, let's get to camp. So you got the cash then? What cash? Milyen pénz? Some cash in the chimney. I'll check it. Rest of you boys. Maradjál ott, úgy a csúnya az árnyék. Yeah, I ain't so bad. Hey Bill, you tell Dutch old Karen ain't worth killing just yet. Right you are. Szóval van benn pénz. Oh. Hát akkor fosszuk ki a házat, amennyire csak lehet. Ezt kérem. Jaj, Arthur, mint aki él. Hogy lehet ilyen lassan elvenni valamit a szekrényről? Azt is vedd el. Meg még. Jó. Mi van még itt? Loot. Take. Oho. Elixír. Asztalon. Valamit elraktunk, de oké. Okay. $13. Még ott látom, hogy van még ott az asztalon pénz, de hagyjuk ott. Még 12. Még 14. Ó, gazdagság van. Adod ide. De először. Itt van bent a pénz, azt mondta a csávó. $600! Add ide a shootgun-t. Oda nézzél. A dupla csövű. Azt mondja, nyomtartva a tabot, mennyire a fegyverre, és nyomja meg a középső gombot. És meg lehet tisztítani, mert eléggé rossz állapotban van, úgyhogy az R-rel szépen megtörögetjük. Ilyen csodakendő letörli róla a rozsdát. Így. Oda nézzél, tiszta Doom 64. Backe. Ja, hogy de ebből viszont lemegy a bandának is a része. Ó, akkor én alig kaptam belőle. Azt hittem enyém lesz az összes. Hello. Loot. Nálad mi van? Egy óra volt nálad. Nézzük, hogy a fegyverek megmaradnak-e nálam. Aha, megint szarikaló. Aha. Tehát attól függetlenül, hogy én eldobtam a fegyvert, ez a lónál megmaradt. Oké. Jó, hát akkor... fegyvert rakd el, Arthur, és menjünk vissza a táborba. Ez egy egész jó kis küldetés volt, meg jövedelmező is volt szerencsére, mert azért több mint $100 összeszereztünk. Mondjuk annak a 600-nak sokkal jobban örültem volna, hogyha egyedül tartom meg. Csak hát ugye Arthur jó fiú, aztán ugye szétossza. Meg azért az sem árt, hogyha Johnnak is van pénze. A John az egy jó arc. Menjek rá egyébként a vérdíj küldetésre? Hát, nem tudom. Mert igazából, hogyha rámennék, azért ugye kapnék én pénzt. Itt viszont van egy mellékküldetés. Meg itt van egy veterán, ha jól látom. Veterán, aha. Hello, mi? Hát veled mi van? Hey, buddy! I'm too old to get a job, mister. Way too old. Öreg vagy, tudom. Hát, egy fene lehetünk barátok.
Why not? Oh. I'm so happy. I ain't had a friend in a long time. Long, long time. Nagyon régóta nincsenek barátai. Utolsó barátja is meghalt. Aha. Hogyha az összes barátod meghal, akkor nem biztos, hogy én szeretnék közéjük tartozni. Egy a fene. Okay, just quick. Jó van. That felt good. It's nice to be held sometimes. Oh, we used to hold each other in the war. Most követni fogsz mindenhova? Miért nem lehet elolvasni a textúrákat? It's not bunk, Mr. Calloway, sir. Hello. Your friend there. Put that in your fucking book, Plato. This is Jim Boy Calloway. The Jim Boy Calloway. Who? The gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 14 men in a fight at Lucy Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now, kill him yourself. I don't want to kill him. I want to deify him. He's a god. I'm trying to write his biography. How's that going? I think I prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me and I could be set free from ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. What's that? The joys of gunslinging. It's win-win, freedom or glory. That's brilliant. I'm going to write that down, if I may. Be my guest. What's your name? Arthur. I don't have a name. Yes, it ain't your name. You are a gunslinger. Not really. I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back. All that other stuff, it's, well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame? I don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay. And forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've got to make a thing of it. And, well, there's a whole list of gunfighters. Legends, every last one. Emmett Granger. Flacco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Never heard of them. Maybe you can go and speak to them. Én viszont úgy tudom, hogy ők talán létező személyek voltak. Shoot them. Can't believe I just said that, but you want me, ha nem így van, akkor tévedek és elnézést kérek. Like him, ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot him. Does sound a lot worse than it did in my head. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Ha! Oh, get photos. Okay. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to him. See what I can find out. I imagine we'll be stuck here upon your return. Here are some other flop house. Na, az I betűvel lehet megnézni a dokumentet. Oh. Szóval ez így néz ki, tehát meg lehet őket keresgélni, rá lehet zoomolni, meg lehet fordítani, és ide szépen leírja, hogy Mabel Elizabeth Colter. Aha. Itt leír róla egy-két dolgot. És elvileg nekem meg kéne őt találni. Hallod? Fejezd már! Én csak itt álltam és néztem egy képet. Mit kötök? Menj már! Na jó, menjünk innen ki, hogy itt harcoljunk. Gyere ide! Kecs! Hát
Takarodjál már, mit kötsz belém? Ja, hogy ezt rossz szemmel nézik itt a városban. Hát akkor én itt gyorsan... A számtanút el kéne kapnom. Nem láttatok semmit? Na, ide figyelj, haver. Na. Why are you carrying on like this? Oh, damn it! This is very kind of you. Nem láttál semmit, jó? All right, boy. Ég ágyom. Hey. Bocsánat. Mi van itt ez a mozdony? Mi van itt a vonat? Menj már innen, útban van. Én nyilván miután átvergődök rajta, akkor indul el. És ugyan kijelentette azt a bűnesetet, mikor a csávó meg van kötözve egy bokorban. Csak meg kellett volna, hogy öljem, de akkor meg még nagyobb vérdíj lenne a fejemnél, és ezt meg nem akarom. Hú, hát kezdődnek itt a rossz dolgok. De úgy néz ki, hogy nem kaptam vérdíjat a fejemre, ami egyébként nem olyan rossz. Szevasz! John örködik most itt a tábor bejáratánál. Jó. Na. Okés. Mi van? Majd megyünk vadászni, ne aggódja. Az előbb is egyébként ennek kellett volna egyébként kinézni, hogy ott ül és tisztítgatja a fegyvert, csak egy kicsit bugos volt. Jó, hát nem tökéletes a játék. Miss O'Shea? Well, feels like we are finally getting back on our feet. Quiet time. You find a buyer for them bonds we stole? Not yet, but Jose is working on it. When we heading west? Soon? I don't know. Feels like things have changed. The whole world's changed. But they don't want folk like us no more. We're being hunted. We are smarter than them. Only the feeblest of men take jobs in the government. I hope so. Trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. They got Micah! Dutch! Arthur! What's going on? They got Micah. He's been arrested for murder. He was in Strawberry. It's okay, and... son. Breathe. They nearly lynched me. They got Micah and the sheriffs in Strawberry. And there's talk of hanging him. Here's open. Arthur. What? The fool brought this on himself. You know my feelings about him, Dutch. You think I can't see past his bluster to the heart inside? He's a Micah elfogadta magát gyilkosságért. I can't go. Egy idióta barom. I am asking. He would do it for you. A golyót kéne repíteni egyébként a fejében, mert egy idióta barom. You okay, Lenny? Yeah. Of course I'm okay. You don't seem okay. You take that kid into town. Valentine, not Strawberry. Get him drunk. And Arthur, no crazy business. I've given that up. And you get Micah out of that jail. Come on, son. I'll get to it, Dutch. Just can't drop everything. Jó. Micah-t ki kell hozni a börtönből. És ha megint szarik a ló.
Okay. Valentine Salon. Okay, már megyünk is. Ez ugye nem az a küldetés, amire gondolok, mert az nagyon beteg. Azon visítani fogok. Jó, majd meglátjátok, hogy mi lesz. De hogyha elmegyünk a szalomba, és beállunk, mint a gerej, Mike-át hogy hozzuk ki a börtönből? Ez egy nagyon jó kérdés. Mennyi pénzem van egyébként? $152. Then we ran into some fellas. One of them, Micah knew, drank some more. And this is supposed to be a dry town we're in. Szegény lovat egyébként meg kellene tisztítanom. Tiszta koszos. Couldn't even tell you quite how. Happened like the strike of a match. The law was on us fast too. They was really up there and there. But I got away just about. Lenny meg átmegy az emberen, én direkt kikerülöm, ő meg átmegy rajta. Hallottam, hogy csattant a csávó a lónak az oldalán. It was drink that started all this. We'll just have a cup. Settle you down and head back, okay? Here we are. Move already. Na, megérkeztünk. Menj be a bárba. Bemegyek én úgy. Ennek nem lesz jó vége, ezt már most mondom, hogy ennek nagyon rossz vége lesz. Just one or two, right, Arthur? Of course, just a drink. No big drama. Can we get a couple of beers, please? You, I don't want no trouble. You'll get none from me. I was defending myself. Már ismernek a városban. Have one for yourself. Thank you. Micah seemed to know a lot of people. Csáó, az nagyon lesegett minket, az belénk fog kötni. Hú, hallod ember, nagyon rossz emberbe kötöttél most bele. Mindjárt lerendezlek. Inkább csak megfenyegetjük egy kicsit. Meg is üthettem volna. Tipli van. Nem akartam megint akkora balhét, hogy itt elkezdjek verekedni. Uma a lépcső feküdt be, ezek már isztak mindenhol. És Arthur elveszítette Lennyt. Hello, szia, Mizu. Lenny. Hey, hello. Hey, buddy. Az meg ott, ott mit csinálsz? Odókádott! Szevasz, jó vagy ha... Oda! Kidobta a tancsot oda a fal mellé! De szép vagy! Hé, hey, Lenny! Tényleg, hol van Lenny? Menjünk fel akkor az emel... Nagyon betyáros a kép. Lenny? Hol vagy, Lenny? What are you doing, kid? Hello,
Ott van! Szia, Lenny! Mit csinálsz? Hoppá! A leesett. Azaz, ígyatok még, mert nem vagytok eléggé beállva. Lenny már megint eltűnt. Hello. You see my friend? Best ask someone else about. Ott van lent. Ott ugrál a pulton. Már megyek hozzád, na. Láttam, ott van lent. Megyek. Uha. Shut your mouth, mister. Jó vagy, Arthur. Ez de beteg, édes istenem. Jó van, rakd el a plajt. Ó, bakker. Fú, de... Lenny? Lenny! Mindenki Lenny. Lenny? Maybe you should switch to water, my friend. Lenny, where are you hiding now? Damn it, Lenny, stop slumping off on me! How many of you have, pal? Lenny, my boy! Lenny! És így nyert értelmet az, hogy menj és baszd meg magad. Nem bírom, nagyon beteg. Nézzek, figyeld, mindenhol Lenny van. Nem, ő sem ő az. Tényleg ő az. Köszi, tényleg jó barát vagyok, most pofosztuk fel egymást. Fúj, a ballamak szoktak inni. Így áll, így áll, finom. Ne! Úgy az a malacsal nem csináltok semmit. Neki... Dobja a touchot, fúj! Az... Aztán soha nem kaptok el élve. Jó, most már értem, hogy mire ment ki ez az egész buli.
Nem állok meg. Hogy legalábbis azt hiszem, hogy tudom, hogy mire ment ki ez az egész játék. Mert most Lennyt, ha jól látom, elkapták, akkor ő most be fog kerülni Michaelhoz a börtönbe. Ha találgatnom kéne. Mondom, már nem emlékszem rá, mert nagyon rég játszottam a játékot. És mindenre nem maradt meg minden. Hé, Arthur, fel kell nél végre? You moron. Not again. Fúj. Jó vagy, Arthur. Quiet time. Nullán van a staminánk kb. Hol a lovam? Rest. Lehet pihenni. És hogyha pihenek, lehet csinálni tábort, meg lehet craftolni. Jó, csináljunk egy tábort. Csinálnék tábort, de nem engedi a játék. Jó, hogyha valami aktivitás van a közelben, akkor nem lehet tábort csinálni. Milyen aktivitás van itt a közelben? Itt volt valami, legalábbis, mint hogyha a radaron itt láttam volna. Ott van lent. Óvatosan. Na ez érdekes volt. Jó vagy, haver? És hogy itt ülsz addig? Vagy mi? Kelj már fel! Mister, I don't hardly know what to say. Thanks, I guess. You done me a service. Hey, look. The stage company's gonna write this off as a robbery anyway. If you can get in that lockbox, you can take what you want from it. Te most hova mész, Arthur? If it's already stolen. Got that right. Segítettem neki, lootolj. Elvileg azt mondta, hogy ami itt van, az az enyém. Kú. Tört föl. Menj már innen. Ezt kérem. Lock. Ja, nem tudom feltenni, mert nincsen nálam olyan cucc. Na bakker. Pedig annyira jó lett volna. Hogy itt jelez egyébként még. Ja, a kocsis. Jó. És a lovam meg... Ettől féltem. A francba. Messzi van a lovam, nem hallja, hogy fütyülök neki. A fenébe. Ettől tartottam. Jó, itt viszont lesz egy mellékküldetés. Verjünk már tábort. Mert hogyha tábort verek, nagyon remélem, hogy a ló ide fog kerülni. Ez craft. Nekem tábor kell, hello. Nem lehet tábort verni valahova? Ide? Mert én szeretnék.
Mondom, rest. Craft. De itt lehet, hogy miket tudok csinálni. Uh-huh. Jó. Így jártam, ló nélkül vagyok. Erről beszéltem korábban, hogy erre oda kell figyelni, hogy ne maradjunk ló nélkül, mert utána sétálhatunk egy csomót. Konkrétan most azt sem tudom, hogy hol van. Tényleg halaló van, milyen messzi van. És hogy kerültem ide full részegen? Valahol itt van egyébként mögöttem. Hol a ló? Itt van. Van 5 dollár banti rajtam. Azt majd be kéne fizetnem. Tessék, a ló... Nem vágom. Hát Arthur, hogy került ilyen messzire? Full részegen. És most lopnom kéne egy lovat, hogy vissza tudjak menni a sajátomhoz. De az meg büntény. Nyugi. Nyugi. Ez egy vadló, meg kell szelidíteni. Ha megszelidítem, akkor jó vagyok. Nyugi. 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 Minden rendben lesz, nem foglak bántani. Nyugodj meg. Úgy, úgy. Nagyon jó vagy. Így. Jó van, paci. Ez. Nyugi, 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 nyugi. Betörtük a lovat. Maradj itt ló, oké? Okay? Ki vagy és mit akarsz? Problem? No, there's no problem. Quite the contrary. Well, there is a problem. For me, but not for you. All right. I ain't got time for No, well, no, wait. Give me a minute of your life. I might just change it forever. I'm sure you will have heard of me. Máximo Cristóbal Valdespino, the renowned explorer. Can't say I have. There has been much written about me. I once had high tea with the Viceroy of India. I helped liberate South America. I climbed mountains and swam across seas. I have had many women. I have spent the last 3 months hunting treasure on the American frontier. Beautiful country. Reminds me a lot of Almeria. But tomorrow I set sail for the island of Shikoku in the Japanese archipelago in search of the legendary Tokushima Sapphire. Well, good for you. No, no, hold on. You see this map here? It was made by the Jack Hall gang. They robbed banks all the way from here to California. Mm-hmm. I know who the Jack Hall gang are. Oh, them you have heard of. But me? Huh. Well, rumor has it, they buried gold somewhere in this area, but were killed before they could retrieve it. They created 2 maps to ensure it was well hidden. This is the first and should lead you to the second. You just need to follow the landmarks drawn here. Me? Yes. Unfortunately, I am out of time now, but I am prepared to sell it to you for the low price of... $10. A trifling investment for a man such as you, given the potential returns. Egyefene megveszem tőle a térképet. Hát, ha jó befektetés lesz. 10 dollárért lehet, hogy kapok 100-at. Akkor már megérte. Inspekteljük. Megnézzük. És találjam ki, hogy ez hol van. Ott az X.
Ott van egy templom. Jó. Majd megkeressük. Aha. Jó, majd megkeressük. Elvileg ez a ló, ez már be van törve, úgyhogy... Mehetünk. Na, szóval... Ha már ló, ez főküldetés, ezzel nem akarok foglalkozni per pillanat, de... Hol van a város? És hol a lovam? Mert ez itt azt írja, hogy ez az Arthur lova. Oké. Hát akkor megyünk érte. Hű! Hó! De akkor a minimap miért mutatja, hogy erre menjek, hogyha arra nem tudok menni? Így. Szóval visszamegyünk a városba, és csinálunk egy olyat, hogy először is megkeresem a lovamat, és hogyha az megvan, akkor lehet, hogy még egy küldetést megcsinálok. Majd ezt meg kitalálom, míg odaérek. Mert nem sokára jönni fog egy olyan is, hogy lovat kell majd vennem. Mert az a ló, ami most nekem van, az csak egy ideiglenes ló. Ennek meg már mindjárt kifogy a staminája, ez össze fog esni. Mondjuk Arthur is eléggé fáradt, mert a staminája pirosban van, igencsak. És ha megállok a lóval... Akkor tölt. És hogyha így megyünk, akkor is tölt, csak egy picit lassabban, jó. Akkor sprint. Kell a lovam. Ez rajtaütés. Miért akartatok el? Rohadt úton állok. A kurva anyját, ezeket utálom. Ilyenek majd néha elő fognak fordulni, hogy így random lovagolsz és ki akarnak fosztani. Ilyenkor ez fog történni. Mert nem fogom hagyni magam. Most legalább visszajön az a 10 dollár, amit a térképre elköltöttem. Ennyi jó volt a dologban. Hát ez ugye... Ez egyiknek a lova volt. Úgyhogy én ezt kölcsön veszem, most úgy döntöttem. De ez... Na mindegy. Hát ez egy, hogy tök békésen megyek, és
vissza akarom szerezni a lovamat, mert benn van a városba egyedül magányosan, én meg magányosan kint a puszta kellős közepén, és újra egymásra akarunk találni a picike kis pacimmal, és akkor mennék vissza, és akkor így elém vágnak a semmiből. Nem okés. Ide csak azért jövök be, mert itt lehet befizetni a vérdíjat. Bounty. Ezt az $5 kifizetjük, és akkor nem lesz vérdíj a fejemem. Még az az $5 se. Az úton állók jó voltából, ők fizették ki nekem. Viszont most elég közel van már a lovam, már hallótávon belül van. De miért van az érzésem, hogy amit én keresek, treasure, amihez megvettem a térképet, az itt lesz valahol a városban. Hát szia, ló. Na nézzük, melyik küldetés van a lehető legközelebb én hozzám. Hát igazából mind messzi van. Leopold Strauss. Ez meg a Hozé. Ő vadászni akar, ő viszont nem tudom, hogy mit. Mindegy, visszamegyünk szépen ide a táborba. Mert miért is ne? És ott le fogunk pihenni, mert Arthur igencsak fáradt. Konkrétan 5 métert futnék és összeesnék. És igen, próbálom a játékot úgy végigjátszani, hogy a lehető legkevesebb vérdíj legyen a fejemen. Mert ez úgy működik, hogy már $10 is, tehát hogyha már csak $10 van a fejemen, vagy egy picit több, teljesen mindegy, nem kell nagy összeg. És ránk küldenek bounty huntereket. Csak így random így lovagolsz, így a semmiből megjelenik egy ilyen 5-6 lovas, és élve vagy halva, őket nem érdekli a pénz, de élve vagy halva el akarnak kapni. Azért az $5 is simán lelőnének. Nekem meg ez nem hiányzik. Úgyhogy úgyhogy inkább befizetem mindenhol a vérdíjat, próbálok jó fiú lenni, nem balhézni sehol. Úgyhogy ez így fog majd kinézni. Amúgy is egyébként a játék az... Szavasz, én vagyok. Tehát a játék az elengedte a kezünket, tehát nem vagyunk megkötve, hogy már pedig kőbe van vésve, hogy Arthurnak milyen karakternek kell lennie. Mert lehetünk rossz fiúk is, meg lehetünk jó fiúk is. Ezt én döntöm el? Jó, na, csinálunk egy olyat most, hogy valahol itt van Arthurnak a sátra. Úgyhogy szépen lepihenünk. Sleep. És mondjuk reggelig. Reggelig pihenünk egyet. Igen. Pihenj le, Arthur. Csak nyugodtan, ne. Nem kell itt szégyellősködni, nem kukkollak, amikor levetkőzöl, meg ilyenek. Na. És akkor Arthur reggelig pihen. Remélem, hogy ez felviszi az életerőmet is, meg a staminámat is. Így van, ez feltöltött teljesen. Na, oké. Hogy szedem rendbe magam? Mert eléggé koszosak vagyunk. Nem borotválkozni akarok, a hajamat sem tudom rendbe szedni. Jó. Mindegy. Csinálunk egy olyat, hogy story, save game, és csinálunk egy második mentést. Yes. Van autómentés is. 11,8%-on vagyunk? Az igen. Jól haladunk. Na de srácok, én elköszönök tőletek, ennyi lett volna már a Red Dead Redemption 2. Innen fogom folytatni legközelebb, úgyhogy ha jól látom, akkor itt a táborban van 2 küldetés, az egyik az hogy el kell mennünk majd vadászni, a másikra már nem emlékszem. Úgyhogy ezekkel fogunk indítani a sorozat 3. részében, de addig is, szevasztok!